A miniszteri kabinet nem fogja engedni, hogy a lakossági földgáz ára emelkedjen, jelentette ki Szerhi Tihipko, szociálpolitikai miniszter. A gázárak emelkedésére a közeljövőben csupán azzal a feltétellel kerülhet sor, ha a kormány szociális kompenzációs mechanizmusokat fog kidolgozni a nehéz anyagi körülmények között élők számára. A tehetősebbeknek viszont teljes árat kell fizetniük a földgázért, nyilatkozta Tihipko. A miniszter hangsúlyozta, hogy a miniszteri kabinet a továbbiakban is tökéletesíti a segélyezési rendszert, mely az ukránok többségének lehetővé teszi, hogy korábbi árat fizessen a földgázért, olvasható a TSNO a hírportálon. A tiszaparti árpádkori kisközség lakói már évek óta szeretnének egy a népi erekéket bemutató múzeumot nyitni. Azonban erre alkalmas helyiséget pénzhiány miatt a község nem tud vásárolni. Ezért a helyiek immár több mint egy évtizede minden éven egyszer a falunap alkalmával a klubhelyiségben állítják ki a magyar lakta község múltját bemutató tárlatot. Nagy-nagy lelkesedéssel adakoznak a szalókai lakosok, amit a padláson még megtalálhatók, és mondják az emberek, hogy odaadnák szívesen a kiállítás részére, meg hogy itt a községünkben megmaradjon, ne vándoroljanak ki azok a tárgyak használati, ma is még használható tárgyak, hogyha lenne egy állandó kiállításunk. A Néprajzi Múzeumból az egybegyűltek, a szalókai református templomhoz vonultak, ahol istentiszteleten vettek részt. Majd a helyi temetőben a község hősi halottaira emlékeztek, és megkoszorúzták az egy éve elhunyt dr. Sós Kálmán, a Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori rektorának síremlékét. Mi nem csak ünneplünk, hanem megemlékezünk. Tehát megemlékezünk, ugye, ahogy elhangzott a sztálini lágerekbe elhurcoltakról, az első világháborús halottairól, a második világháború halottairól, néhai ruszka tiszteletesről, emellett most már az, hogy Sós Kálmánra elsősorban emlékeznünk kell, mert én hiszem azt, hogy ő most is itt van velünk. Múlt nélkül nincsen jövő, nincsen jelen. Hát ez a falu, ez a zsákfalu itt a magyar határhoz közel példásan eleget tesz ennek az elvárásnak, hogy emlékezzen a múltjára. A szalókai falunap nem véletlenül kapta a hazahívogató nevet, hiszen rendszeresen meghívják a faluból elszármazott egykori lakosokat. Terjék Béla Budapesten él. Ő eddig az összes rendezvényen részt vett, de a 17. falunap számára dupla ünnep volt. Most ünnepelte ugyanis a 84. születésnapját. Nekem gyerekkori emlékeim vannak, de azok nem valami szépek, de azért ilyenkor már megszépülnek. Öten voltunk testvérek, elég nehéz helyzet volt, és el kellett Szalókán menni, mint ahogy most sincs munkaalkalom Szalókán, akkor se volt, és el kellett mennünk. Elmentünk Kisvárdára, és Kisvárdáról elmentünk Budapestre. Nem hiányozhattak a hazahívogató falunapról a Szalókával testvér települési kapcsolatban lévő községekből érkezett vendégek sem. A Pelléri Nyugdíjas Klub Margarita tánccsoportjának fellépése nagy sikert aratott. A tartalmas programot kínáló falunapon hangulatos, kulturális műsorral is kedveskedtek a vendégeknek. A színpadon az anyaországi fellépők mellett kárpátaljai magyar hagyományőrző csoportok is bemutatkoztak. Újabb összeg az utak javítására. A Kárpátaljai megyei közigazgatás miniszteri felszólítása után Kárpátalja szerte elkezdődtek az útkarbantartások. A megyei tanács illetékes állandó képviselői bizottsága ülésén számos kérdést tekintettek át. Szó volt a közutak építése, felújítása, javítása és karbantartása finanszírozásáról. A képviselők egyhangúan megszavazták, hogy a folyómunkálatokat újabb 4,5 millió hrivnyával támogassák. A beregszázi járás autóútjainak javítását a megyei költségvetés speciális vagyonkezelő alapjából finanszírozzák. A 19. helyen szerepel Ungvár Ukrajna leggazdagabb városainak listáján. A korábbi értékelésekben mindig Kijev nyerte el az első helyet, most viszont Donetszk város lett a befutó, míg a főváros csak a második, tette közzé a Zaholovok.com a hírportál.